Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. Régi ismerős helyszín a Budafok Fönyöldi Antal sportcsarnok. Azonban a helyzet az, hogy nagyon sok változás van. Azelőtt rangadó lett volna a felkészülési meccsen a TF Budapest-Budafoki KK meccs. Most azonban Budafok az NB2 középcsoportjába vitézkedik, még a TF Budapest az NB1B piros csoportjában. Elmondom majd a másik fél elején, és ahogy kezdődik a mérkőzés, a Budafok kálváriáját, hogyan jutottak idáig. Sok új játékos fognak megismerni, sokan eltávoztak, volt, aki maradt, és most a feldobás után nézzük az első budafoki akció, hogy Csiklós leteszi, visszakapja, és megvan az első pont. Csiklós Olivier egy olyan játékos, aki maradt. Egyébként a kezdőötösök Somogyfoki Péter, 10-esek Erka Jákos, 12-es Kuttor is Bencsak, 15-ös Timko Norbert és 25-ös Csík Rihárd a vendégeknél. Tóth Szabolcs 33-assal, Jilling László, akit már szintén láthattak, 14-essel, Csiklós Olivier természetesen 12-essel, és új fiúk, majd megláthatják őket. Mondom majd a neveket, és ismerkedünk. Például 21-essel a Salgótarjánból érkező Piukovics Bálint. Egy elrontott kísérlet, és megindul a TF. Kutrovics leteszi. Csík viszont összeszedte, de kicsit nyögvenyelősen. Keca, azaz Kerkai, a csapatkapitány. Csík, ő remekül játszott az előző előkészíti mérkőzésen is. Nagy csatát vívtak az MTK Dunarasztival, és egy szép szólópont Csík Rihárd. 18-asan nem mondtam még, Fekete Csabát, ő is a kezdőcsapat tagja. Ő is új fiú a Budafok. Tehát Tóth Szabolcs, nagyon könnyű kézzel, nagyon lazán, nagyon szép pontot dob. De aztán egy szép labdaszerzés. Csík, villámgyorsan szágult végig, leadja a Kerkainak, aki kihagyta. Piukovics Bálint viszont összeszedte, Jilling László, nagy triplamester, ő is szép labda Piukovicsnak, és nagyon szép hazai pont. Timko, nem a gyorsaságáért szeretjük. Timko egy laza csuklóval elvállal a dobást, nagyon szép. Timko bevarázsolja. 8-6, de az óra nem működik, sajnos. Ez így nehéz, de ezt most állították meg, bevégre 8-6. Tóth Pici nagyon villog ezen a mérkőzésen. Piukovics Bálint leosztotta Jillingnek, Dobolcs után tripla. Lecsorog. Gyönyörűen szedte Piukovics, aztán Tóth Pici ma nem tud hibázni. Kiszorítják a magas centert, és Tóth Picivel nincs is könnyű dolga. Olyannyira nem, hogy szerelték, és a villámlépti Csiklós Olivier egy slalom. Oly, de szép pont volt. Csiklós Olivier. Csík. Ez jó, Somogyfoki, Karosi, Somogyfoki, ajj, gyönyörű szép dobás. 14-8. Piukovics, ez is jó. Ez az alulról feltállalt labda, ez bizony rossz tálalásnak bizonyult, viszont Karosi gyönyörűen csinálja. Csík Rihárd azt mondta Karosinak, hogy szabad vagy, vállald el a triplát, és Karosi elvállalja, de a lecsorgó Csiklós Olivieré. Jó indítás. Piukovics, tripla. Atya Isten, de honnan dobta be ezt Piukovics Bálint? 2 percen belül vagyunk, 20-10, Jilling könnyű kézzel vállalja el, és be is dobja. 2 támadásnyi idő még, Somogyfoki Péter. Elsőnek írta alá TF-re az új szerződését. Egy tripla, úgy de messziről, nagyon szép, aki dobta, Csík Rihárd. 1,5 támadásnyi idő, Csík, nagy szóló, és szép szólópont. Nézzük, hogy kivédekezi a TF, vagy valamit kitalált a Budafok, 2,6 másodperc. Innen indul Jilling, és bedobta. Jilling bedobta. Ebben a percben Dudaszó, kérem szépen, 26-16-tal zárul az első negyed. Mondhatjuk a legerősebb kezdő ötösein, azt mondanám, ahol azért rutin is megvan, Kerka Jákos és Timko Norbert, és a nagyon tehetséges fiatal Kutrovics, Somogyfoki és Karosi. És egy hatalmas triplával nyitnak a második negyedben. A kevesebb top lett volna, mert ezt elrontotta most Kerkai. Nagy Levente viszont akár végig is viheti, és Nagy Levente végigviszi. Nem tudták megmenteni. Timko nyúlik ki, mint a csitvári sorompó, olyan hosszú a keze, ez érthető. És Karosi nagyon szép szólópontot dob. Jukovic, Cepanec, Mészáros.
Honnan ő el szokta vállalni a trikót? Honnan nem vállalja el? A Filatori gáttól is elvállalja. Hú, mekkora tripla! Ez viszont bent van csod nélkül. 29-22. Mészáros Bence. Ő az irányító posztom most. Gyakorlatilag sorokat cserélt Károly, mert egy Piukovics maradt. Ez is egy gyönyörű tripla. Nem semmi. És egy újra jó labdaszerzés. A hazaiak most megint állva adják az ellenfelet. 32-22. Ha bemegy, akkor a nappontja talán Nagy Leventének, de nem ment be. Kutrovics Bence. Zicser, Kerkai és Piukovics tisztáz. Majd majdnem eladja Piukovics, de a labda a Budafoké. Most pillanatnyi rövid zárlat. A TF Budapestnél nem tudnak támadásba és védekezésbe hatékonyak lenni. Nagy. Cepanec. Nagy. Ez nagyon szép. Kutrovics. Ő is elhagyta. Aztán lábak sorozata. Én meg nem mondom, kinek a lába, azért mindenki ez. Szép pont, aki dobta, nem más, mint az új fiú Szanyi Róbert, és időt kér Beák Gábor, igazzavart őt a visszaérkező Kutovics. Somogyfoki, Somogyfoki szágult, mint az Espresso, nagy labda, nagyon szép pont. Szanyi, mint a ragadozó madár csippentette le 3-2, ők hogy oldják meg, Szanyi 1-1 megoldja. Nagyon szép szóló pont. Az utolsó percen belül vagyunk. Durván két támadásnyi idő. Szanyi, szép forgolódás után az újabb gyönyörű szólópont. 42-24. Kerkai. Nagy passz. Ez szép játék volt. Timko. Kezdődött a másik fél idő, és akkor néhány szót hadd mondjak a Budafok kálváriájáról. Láthatták önök is, amikor megnyerték a F-kupát, és legjobb négy között voltak az NBB piros csoportjában. Lados Erik, Varga Dániel, Horváth Márton, Kovács Csoma, mit soroljam, egy nagyon erős csapat volt, mindenki, kérem szépen, fél tőlük retteget, nagyon jó csapat jött össze, minden esélyük megvolt, hogy négybe végezzenek. Az U20-as csapatuk is országos bajnoki döntőt játszott, egyetlen veresége, egyébként a TF Budapest U20-as csapata is ott volt. És akkor ez a csapat nem tudott a Covid-válság miatt kiállni, elteltek a hónapok, és annyi pénzt nem tudott összeszedni Budafok tétényből, a Dél-Budai régióba, hogy legalább az NB1-b piros, az NB1-b zöld csoportjába folytatta, hanem alacsonyabb osztályba, amatőr szinten le kellett menni az NB2 középcsoportba. Nem az a dolog, hogy lejut valaki a középcsoportba, hanem az, hogy ennek a csapatnak, ahol nem 100 milliókról volt szó, nem akadt olyan támogató, hogy legalább az NB1-b zöld csoport szintjén, vagy a piros csoport szintjén, ha nem is az élmezőnybe, de mondjuk a 8-12. Hely környékén tudtak volna játszani, és megtartani egy-két olyan játékost, akiket nem lehetett. Lados Erik egyébként a Rádgéber Akadémiába ment, NB1-es szintű feltételekkel, ott bemutatkozott 15 pont, 6 szerzett labda, gólpasszok, a szerb center elragadt, tartva nyilatkozott róla. Ez semmi probléma, a tehetséges fiatal gyerek. De Budafokról indult. Itt volt Simon János, innen kezdte pályafutását, aki Európa bajnok volt, a Honvéd 15-szörös, majd örökös bajnok. A közben nézem a meccset, de hadd mondjam még ezt tovább, kedves nézőink. Játszott itt olyan válogatott játékos, mint Székely Cino vagy Cuhorka. Pólik György, a nagy mafciátékos fia. Itt ez a csapat saját nevelésű játékosokkal az utánpótlás szinten sokszor tarolt, a Beac Akadémiára adtak női játékost, kadett válogatott lett Lados Erik, közben Tóth Pici újabb pontja. Tehát még egyszer mondom, ez a csapat azt nem érdemelte meg, hogy annyit össze tudjon kalapozni hónapok alatt, hogy ne amatőr szinten az NB2 középcsoportjába kezdje. 44-26-nál be is fejeztem, és Siklós Olivér, aki nem fejezte be, hanem nagy pasztat Tóth Picinek, kezéből kisadolja a labdát Timko, Kerkai Ákos megindul, mint a gyorsvonal, Somogyfoki, szép pont. 44-29, Somogyfoki. Szemben van Siklós, a nagy halászsas. Annyi labdát szedett az NBB piros csoportjába a halászott Siklós Olivér, hogy egy kiérdemesült halászsas sírva taposta a diplomáját. Gyönyörű szép pont 7-17-nél. Illing szépen húzták körbe, és most indul be Tóth Pici, viszont itt szabadon hagyták Piukovicsot. Nem dobta be, a lepattanó megvan. Piukovics ismételhet. Ez már benne van. Illing szépen megy el,
Aj, de szépen csinálta Yilding, és emberrel együtt bedobta. Siklós Olivérnek olyan érzéke van ezekhez a közbenyúlásokhoz és halászásokhoz, hogy én állítom, hogyha egy halászati cég alkalmazná, ott rövid időn belül vezető főmérnök lehetne. Siklós Olivér. Yilding, nagy tripla. És nagyon nagy pont. Egyre jobban ellép, 53-33, már 20 pont a különbség a Budafokjával. Tudom, hogy felkészülési meccs, de nagyon rossz a dobó biztonsága és a lepattanó szerzése. A TF-nek Kerkai most is gyönyörűen megcsinálja, feltesz egy horgot, de nem megy be. Siklós! Könnyelmű volt, de Yilding figyelt. Tóth Pici, akár center, akár bedobó, de még irányítóba is jó. Tóth Pici underground. És univerzális. Elképesztő játékos. Sokan nem hitték el, hogy még játszani fog, mondom. Tóth Pici, amíg labda lesz a közelébe, addig játszik. Nagy bejátszás, Szántó. Szép pont. Kerkai bejátszása után. Most Szanyi, aki Miskolcra érkezett, nincs a pályán. Yilding óriási triplája viszont a gyűrűben. Károly Máté a szokásos hőfokon. Károly Máté kb. Ezen a hőfokon égne, akkor is, ha mondjuk a Boston Celtics kispadján ülne, és akkor is, ha mondjuk az U14-es serdülő csapat játszana a kőbányai darazsakkal. Ilyen kvalitású és típusú edző. 1600 fokon ízzik. Beák Gábor is hasonló most, az ő izzását kicsit kikapcsolja a csapat a védekezés, hiszen 58-35-re vezet a Budafok, és nem nagyon látszik a fordítás lehetősége. Korompai is kiadja egy triplát. A bedobott triplák aránya 7-2 a Budafok javára. Azt sok mindent elmond Piukovics. A nehezét oldotta meg. Csík, Szántó. A rohanásban jó volt most a TF. Timko és Kerkei közben megbeszélik, hogyha megszerezzük a labdát, mit kéne tenni. Hát most egy nagy föltámadás kéne a TF Budapest játékosainál. Ez most nincs meg. Mármint a büntető bent van, 59-37, és érkezik. Kutrovics, ő kapta Szántópasszát. Timko egy zárás után újra Kutrovics. Kutrovics, ez nem volt jó átadás. Összeszedte Kerkai, de megtört a támadás lendülete. Egyáltalán nem volt könnyű dolga Kerkainak. Timko szépen fordul le, és szépen dobja be. 1.42 a negyed vége előtt, Yilding száguld, Tóth Pici hagyta, 10 másodperc, Mészáros Bence leosztja triplára, és bent van. És 62-39-nél egy új fiú fog beállni, Dormán Miklós, Dormán Balázs testvére, a Honvédtől érkező játékos, nagyon tehetséges, Yilding László ült le, U18-as játékos Dormán Miklós, még vékony pénzű, vékony dongájú fiú, de ha Dormán Bazsihoz hasonló tehetséges és technikás, akkor szép jövő előtt állhat. Na nézzük Dormán Miklóst. Nagy Levente. Nagy Levente. Kerkait zárják ki. Nagy Levente egyedül próbálkozik, Timko. Aztán visszakapta Nagy Levente. Dormán tripla. Lecsorog, és csík. Kerkai leteszi, be kell dobni, és Kalosi Gergő be is dobja. Végig támadhatja ezt a negyedet a B-fok. Szerezzünk labdát, mondja Beák Gábor és Nagy Bálint. Na nézzük, sikerül-e szabályos eszközökkel a labdaszerzés. Nyugodtan játszhat a Budafok, Mészáros Bence azonban kiadja. És ott a lehetőség, Kerkai, kriptobiztos helyzet, az utolsó másodpercre bedobta, 62-42 a harmadik negyed. Most nem játszik úgy a TF, mint például az MTK Dunaharaszti ellen, amikor győzelmi esélyei voltak. Itt nagyon elment a Budafok, és egyelőre nem látni a feltámadás lehetőségét, bár egy negyed alatt sok minden történhet. Kerkai, a keresztfutás megvan, csak a labda nincs meg. Kicsi statikus most a TF támadjáték, a Karosi változtat ezen, de a dobást lecsorog, és Nagy Levente szerez labdát. Mészáros Bence, nagy passz, Tóth Pici, hú, hát ha Tóth Pici érkezik, akkor az pont. Tóth Pici rendes neve egyébként Tóth Szabolcs, tehát
elnézve termetét láthatják. Miért hívják pice? Karosi Gergő kiharcolja a nehéz helyzetből a dobás lehetőségét, és kihagyja. Dormán Miklós. Jó passz. Burján. Tóth Szabi. Ez most nincs benne. Kerkai. Sok lepattanót szerez Kerkai, de elég pontatlanok a dobásai viszont. Csík. Persze ez nem csak az ő hibája, bizonytalan az egész csapat. De még egyszer mondom, forra világ, bustengeró magyar. Forrás, ekkora játék volt! A nappontja! Ez nagyon nagy játék volt, ilyen állé jupp jellegű. Kerkai, jól csinálja. Elengedte Timko, és ez bölcsön tette. Itt a tripla, Kutrovic, és bent van. Pont amikor lejár a támadóidő, Kutrovic triplájával zárkózik a vendéggárda. 6-36. Kutrovic. Karosi. Szépen csinálja, és szépen dobja be. Szép pont. Aki dobta, Piukovics Bálint. És megint labdaszerzés, és aztán villámgyors indítással Piukovics mellette csík, szép szólópont. Karosi. És labdaszerzés. Nagy Levente, nem az első. Piukovics Bálint. Nagy, Fekete. Szanyi, Nagy Levente. Fekete Csaba, aztán ott már Szepanec. Na, egy távoli tripla. Ez is bent van. Besodorja valaki? Nem. Az utolsó 4 perc. 71-51. 20 pont a különbség. Ismét tripla. Ez is bent van. Piukovics. 10 fölött a triplák a budafoki oldalon. Ebben nem tud mit kezdeni egyelőre a TF csapata. Szanyi. Piukovics. Ez dupla lesz, de ez nincs bent. Kutrovics, nagy indítás, Karosi, ajj! Félkézzel összeszedte Kutrovicsnak, leteszi, ez jó játék és szép pont. Hát láthatunk egy összeszedetnek tűnő, és az NB2 középcsoportjában magabiztosan az élmezőnybe, szerintem élmezőnybe tartozó Budafokot, és egyelőre még önmagát kereső, nagyon sok fiatallal felálló TF Budapest csapatát. Kutrovics, jó passz, Karosi, a két talán legtehetségesebb játékos játszott össze, szép pont, 74-55. Kerkai, Karosi, Geri jel föl, Geri feljött, és egy szólópontot dob, ez nagyon szép pont. Másfél perc a támadásból, nagy bejátszás, Szepanec és Szanyi, megindul ez viccel. És Szanyi bedobta. 18 pont. Somogy Foki, nincs falat, mondja Károly Máté. Kerkai, Karosi, el kell dobni a triplát. Nem dobja be. Kérem szépen, miután felkészülési mérkőzés, úgy tűnik még egy negyedet bevállalnak a fiúk. És az edzők Piukovics. Tehát az ötödik negyedbe járunk. Ezt jó tudni. Ami szokatlan kosárlabdában legfeljebb olyan, mint a hosszabbítás lenne, kérem szépen. Tehát az ötödik negyedben vagyunk most. Bedobtam. 77-60. Piukovics. Hát mégis felkészül, és ebbe belefér. Jilling. Piukovics. Lecsorog. 5 másodperc a támadóidő, tehát valakinek el kell vállalni, Kerkainak kell elvállalni, elvállalja és bedobja. Nagy pont. Majdnem labda szerzés, de csak majdnem. Kerkai. Kutrovics. Rövid. Besodolta viszont Bálint. Szanyi. Szép pont. Annyi. Szép pont.
Somogy fog. Nincs fal, mondja. Károly Máté, és nem is volt fal, nem kellett fal. Tóth Szabos leszette a labdát. Siklós szépen viszi be, és ez nagyon szép szólópont. Fölírjuk majd ezt az eredményt, hogy öt negyedes mérkőzést láthatnak. Kerkai, ez bent van. Gondolom a tétmeccs lenne, és kijelezett csata, nem így nyugtázta volna. Korompai tripla, nem jó. Nagy Levente. Jilling, Tóth Szabolcs. Piukovics nagyon messziről, és nagyon pontosan. Ez is szép. Kutrovics tripla. Volt ennél sokkal több is, 21 is. Emberrel együtt gyönyörűen csinálja Nagy Levente. A szépet megcsinálják, sokszor szemre is tetszetős támadásokat vezet a TF Budapest, és a legutolsó ecsetvonás az mindig elcsúszik. Mint a mesterműről az utolsó pötty hiányozna. Ez is rövid mondjuk. Labdaszerzés szabálytalanság. Ez egy szép dobás. Korompai. 18 másodperc a támadóidő, 23 van hátra. Tóth Szabolcs befordul vajon? Onnan szokott, de most Illinget választja. Nem megy be a tripla. Visszaszerzi a Budafok. Nagy Levente. Illing. Újabb tripla. Ez bent van. 7 másodperc, 88-73. Még a TF. Most el fogják dobni, hiszen vállalkoznak. Triplára is bedobta Kutrovics még a végén. A dudaszó pillanat a tripla 88-76, tehát az ötödik negyed ezzel zárult. Ez most már a végső végeredmény. Öt negyedes játék után 88-73-ra nyert. A Budafok teljesen megérdemelten. Meglátjuk az NB2-hez mire lesz elég, és meglátjuk, hogy szerepel majd az NB1-ben piros csoportjában, hiszen nem sokára kezdődik a bajnokság. A TF Budapest viszont látásra, viszont hallásra.